A Pollák Mihály építőipari szakközépiskola és szakiskola a megye és a régió legnagyobb építőipari oktatóintézménye. A szakiskola az 50-es években indult, a technikum 1943-ban kezdte meg működését. A több évtizedes tapasztalatok egyben a színvonalas képzés garanciái. Tekintettel arra, hogy az iskolában szakközépiskolai és szakiskolai, azaz szakmunkás képzés is folyik, ennek megfelelően az iskola új jellemzője a rugalmasság lett. Azok a tanulók, akik az iskolába kerülnek, akár a szakközépiskolai, akár a szakiskolai képzést választva, kölcsönösen át is mozdulhatnak, át is járhatnak egyik iskolából a másikba, azaz akik technikumi képzésben részesülnek, azok szakmát is szerezhetnek, vagy akik szakiskolai, szakmunkás képzésbe kezdenek, azok előbb-utóbb érettségit szerezve technikumi képzést is kaphatnak. Mi mindenképpen úgy alakítottuk a 9.-10. osztályainknak a belső struktúráját, hogy amikor 11. osztályba kerülnek a tanulók, akkor az építőipari képzés számtalan változatát választhassák. A szakközépiskolai oktatás keretében magas, illetve mélyépítőket képeznek. Előbbinél lehetőség van műemlékvédelmi, illetve számítástechnika specializációra, utóbbinál pedig a mélyépítési, illetve az útépítési és fenntartási szak választható. Az iskola a kor követelményeihez igazodva igyekszik a választható szakok számát bővíteni, nem csak a szakközépiskolai, hanem a szakmunkás képzésben is. Mindkét képzési típus tanulóinak lehetőségük van a számítástechnikai programok és ismeretek elsajátítására, illetve a nyelvtanulásra is, melyekből az intézményben az angolt és a németet oktatják. Alapszakokon kívül tetőfedő, vasbeton és műkőkészítő, épületburkoló, fapadlózó, azaz parkettás szakma tanulására is lesz mód az iskolán belül. Egyébként a pedagógiai programunk 23 építőipari szakmát jelöl meg, és azt gondolom, hogy előbb-utóbb ezeknek a szakmáknak a tanítására és tanulására lesz is mód az iskolán belül. Harmadik képzési típusként működik a speciális szakiskola, mely az enyhén sérült gyerekek szakmatanulását biztosítja. Olyanokét, akik jól meg tudnak tanulni egy szakmát, csak erre eddig nem volt módjuk. Mind a szakközépiskola, mind a szakmunkás képző teljesítményét hűen tükrözi az a tabló, amely több mint 50 diák fotóját tartalmazza, akik az iskola képviseletében az országos szakmai tanulmányi versenyen az első helyezések valamelyikét érték el. Volt olyan alkalom, amikor az első 5 helyezett a Pollák diákja volt. A tanulók szakmai gyakorlatára az iskola tanműhelyeiben, laboratóriumában és a különböző munkahelyeken kerül sor. A gyakorlati képzést mindkét iskolatípusban a német Hans Seidel alapítvány segíti. Magas szintű ismeretek, korszerű eszközök és technológiák hatékony oktatását teszik lehetővé. Folyamatos átalakulásban vagyunk, hiszen a Batthyány utcában épül és február 1-én készen van a szakiskola. Nagyon reméljük, hogy tovább épül és a szakközépiskola is oda kerül. Az épületnek egyébként igazán a belső része már kész is van, hiszen ott működik a Hans Seidel alapítvány, amely egy müncheni projekt, egy müncheni program alapján német igényességgel, németországi gyakorlattal, német nyelvismerettel erősíti meg azoknak a tanulóknak a tudását, akik a duális képzésben részt vesznek. Azaz az iskola most a Hans Seidel alapítvány épülete köré gyülekezik, hogy a 2000 utáni Nagy Pollák építőipari szakközépiskolai szakiskola már minden igényt kielégítően oldhassa meg a feladatát. A sikerhez a két fél tenni akarása nagyban hozzájárult. Az oktatásban célunk a duális képzés meghonosítása. Ebben a hangsúlyt a köműves, az ács, illetve a mesterképzésre szeretnénk helyezni. Az iskolának nem csak tanulmányi világa, hanem közösségi élete is izgalmas. Ezt jól egészíti ki egyébként a kollégiumunk, amely a középiskolai kollégiumok között egyike a legjobban felszerelteknek. 2-4 ágyas szobákban vannak a gyerekek, és ugyanehhez a szobához 2-4 személyes tanulók csatlakoznak. Igazán minden igényt kielégítő a kollégium, azzal a nagyszerű kupolával, amely esetenként kiállításoknak is helyt ad. Anyagi biztonságot és gyönyörű szakmai teljesítményt jelenthet valakinek, hogyha kőműves lesz, hogyha tapétázó lesz, hogyha technikus lesz, vagy az iskola elvégzése után a műszaki főiskolán vagy a műegyetemen tovább tanul.
tanulóink jelentős része itt folytatja a tanulmányait.